Nagy Fradi Dukkel volt, azt tudod, ugye? Ez mindenkinek van hibája. Jenőbának szóltunk, hogy lenne egy ilyen lehető. Persze, Zolikám, természetesen csináljátok csak. Figyeljátok, volt egyszer olyan mérkőzés kezdés, hogy egy picit késve tudta kikapcsolni, és akkor úgy köszönt be, ugye, jó napot, jó szurkolást, egy óra vezetünk. Te ezt mondta a Fradi meccsen, igen, ez így legendás mondat, igen. Igen, hát minden esetben... Csodás, ilyen nagy legendák kellenek egyre. Mindenkinek lehet hibája. Jól van, de egyébként egy hihetetlen precíz ember volt. Nem volt könnyű mellette úgy egyetlenül ereszteni a telesportban, nagyon nem szerette először a fiatalokat, nagyon-nagyon nullában nézett minket. Hozzáteszem, természetesen voltak hibáink, amiket azóta sem nőttünk ki néhányan, de a lényeg, hogy Jenőtől azért igazán sokat lehetett tanulni, nem volt könnyű ember, de nála precízebb készülőt mérkőzések előtt, aki színes tollak. Mindenkiről volt valami kis mesélni valója. Az akkori finn válogatott, tehát kit érdettek akkor rajtam kívül a finn válogatott, mindegy játékos, hogy melyik csapatban játszik. És nem volt internet, nem volt kikutatható, tehát ezeket személyesen szedte össze ezeket az információkat. Tehát akkor nem volt még Google-gatok. Persze, semmi. Igen, legooglizom, nem? Nem volt legooglizás. 30 googolás. Ja, úgyhogy... Igen, hát Jenő az egy nagy legenda, és az is marad mindörökké. 2 hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádók fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdjük! Szervusztok, fiúk, valóban! Levi, Zoli, Tomi, sziasztok! Zolika! Nagyon örülök, hogy itt van. Az óriási! Már most! Képzeljétek el, hogy engedjétek meg, hogy egy nagyon komoly, de tényleg szívből jövő gratulációval indítsam ezt a mai napot. Egy Európa-bajnok futsal csapat edzője ül itt velünk. Zolika, Tamás személyében. Nem tudom. Én is foglalkozom. Igen, nem volt. Miért? Negatív korengedéllyel édesanyám csapata. No. Igen. És mi volt a pöcsös labda díja, amikor ezt megnyerték? Pöcsös labda. De most ezt tényleg vegyétek ezt, fiúk, komolyan, ugyanis a diabétesz, tehát a cukorbeteg labdarúgó válogatott valóban Lengyelországban, Varsóban megnyerte az Európa-bajnokságot. Nagyon komoly torna volt, nagyon komoly ellenfeleket utasítottak maguk mögé, úgyhogy bravo, tényleg gratulálok, ez nagyon komoly. És igaz, hogy nem George Cukor volt a támogató? Nem. Jó. Nem. Na tényleg, mesélj, és tényleg gratulálunk. Hogy... Nagyon szépen, de röviden. Nagyon röviden, annyi, hogy megnyertük az Európa-bajnokságot. Állj meg, hát ez egy házigazdákat. Hadd nyomatékod meg, tapsod, megnyertük az Európa-bajnokságot. Gyerekek, valami, ami labdarúgáshoz kötődik? Komoly eredmény. Azért a csapatok... Legyőztük a hazai lengyel váltott, ugye Varsóban volt az EB, legyőztük őket 2-0 nyitó meccsen, szerintem ez nagyon fontos, 2-0-ra. Hát lehetett volna egy is azért tiszteletlen. Utána nagyon jó extrán játszottunk a szlovákok ellen, ott őket legyőztük 4-0-ra. Aztán jöttek az írek, tudod, írek, jól vasok, és őket 4-0. Szintén. Aztán... Direkt nem kaptatok gólt? Vagy... Nem kaptunk gólt. Ez a kapus minek ütetek ki? Csoportmeccs. Igen. Gondold el, a futszában nem kapsz gólt. Hát azért mondom, hát ott nem, nagyon gyorsan. 10-0-ás gólkülönbséggel megnyertük a csoportkört, és mi lettünk a csoport elsők, a másik oldalon a Nagy-Británia lett a csoport második, keresztbejátszás van elődöntőben, őket legyőztük 3-1-re. Akciógolt, és nem volt nehéz keresztbe játszani? Ugye eddig régen nagy volt a pálya. Akciógolt nem kaptunk, azt is büntetőből kaptuk, 6 méteresen a futszában, tudjátok, nem 7 méteres. De nem dobják. 3-1, nem dobják. Ráfejelik. Igen, ráfejelik. És aztán jött is a lengyelek óriási meglepetése, megverték a horvátokat, azt hittük, a horvátokkal játszik a döntőt. A horvátok 4-3-ra kikaptak a lengyelektől az elődöntőn, és akkor megint a lengyelekkel. A lengyelekkel volt az első meccs és utolsó. Az utolsó, és szép keretes. Így van. 18-5 volt a helyzetek aránya, tehát most amiből gólt kellett volna szerezni, a két csapatról beszélek. És ki volt a 18? Mi voltunk a 18, ja, ők voltak 5, ehhez mire? Képest 0-0 lett, és 11-esekkel 0-0. 3-1. 6-os után 3-1? Nem, 6 méter előtt 3-1. Nem, büntetőkkel 0-0. Mi mindet berúgtuk, ők egyet rúgtak be. Na, kívül. Szóval értitek? És a Európa-bajnok. És a legjobb játékos is a magyar csapatom játékos, ez a Sánta Attila, ő lett az Európa-bajnokság legjobb. Hát most ilyen névvel, ez már poénkodtunk. És mégis, értek. Igen. Na, egyébként szóval. Extra játékos. Én azt mondom egyrészt, hogy... Sántán extrán az... Köszönjük a csapat nevében. Bocsát, szólhatok egyszer. Szeretném, hogy elszipkáznának téged a Kálki FC. Nem, hanem hogyha valamelyik nagyobb csapat azt mondaná, hogy kapus edző. Például a Pereces Jólaütő, a Bátszalók részművesek. Igen. Örömmel. Én mindenesetre azt mondom, hogy szerintem csak percekre vagyunk attól, ugye, hogy te is bekerülhess a világ legjobb edzőikről készült mémbe. Ugye legutóbb hiányoltad a Simeonét, tessék, ja, mindjárt van. Mutatjuk, hogy ebben az összeállításban is ott lesz majd Simeone, most még Conte. Csak Conte. Számla, Conte.
a számla, és akkor egy hát Guardiolát azt természetesen látnunk kell ebben a csapatban. Ez tényleg, ez jó. Ez jó, ez jó. Igen, és igen. Itt van. Csak Simi. Nem baj, az hát... Tudni hiányzott a... Tomi is ott lesz a következőben, mint a világ legjobb edzői. Fekete műből. Csodálatos egyetlen. És a világon a legjobban kereső edző. Hát és a legjobb. És a legtrógerebb öltözködés, és ezért az jó. Van, mert nem költ ruhára, hát mert van esze. Miért? Gyönyörű, a gyászú huszár nem tetszik? De az, hogy valaki így tiszteli a saját érettségét, hogy még az ott kapott bőrnyakendőt hordja, ezért szeretném. Magyarországon is van egy ilyen bőrnyakendő. Magyarországon is van egy edző, aki bőrnyakendős. Ki az? Na. Én tudom, te nem akarom mondani a nevét. Akkor nem ad ki. Várhidi Pál. Nem. Egy edző, aki Kínában született, és Magyarországon érte nagy sikereket. A Sui Feng testvére? Vagy hogy hívták őket? Chang Yanchi. Chang Yanchi. Ő mondta azt 0-5 után a jugoszlávok el. Mester, akkor mit lehet mondani a fiúknak? Hát azt, hogy így tovább a semmiképpen sem. Nem egyébként, most mezőköves edzője jelen pillanatban. Ki? Mezőköves edzője jelen pillanatban. Kicsoda? Chang Yanchi? Gerard Gepardieu. Ennyit mondta, megyünk tovább. Jó van. Na, szóval Guardiolára, ugye, aki benne volt ebben az összeállításban. Például lassan. Azt mondta Tomi, és most már itt muszáj szembesítelek azzal, amit mondtál. Guardiola egészen biztos, hogy nem fog bélyegni, legalábbis a Cityvel nem. Vissza lehet tekerni az időkön, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy mindig túlvariálja. Most először nem. Most először. Azt mondtál ilyet is, de mondtad, hogy a Cityvel nem fog bélyegni. Szerintem én azt gondoltam, én az Internek szurkoltam, azt hittem esetlegesen lesz valami nagy bolyás. De hiába szurkolsz az Internen, szurkoltam, egyszer átvettem az ajtót. Jó, jó, oké. Az nyilván játékos állomány nem lehet összehasonlítani a két semmit. Ehhez képest az Inter nagyon nem volt nagyon jó meccs volt. A vége legalábbis. Olyan társaságban néztem, ahol két ember közben időközben nyugdíjba ment, és senki nem vette észre, és egy 8 hónapos terhes anyuka a legnagyobb nyugalommal nézte végig az egész. Hát nagyjából ilyen volt a mondjuk meccs. Mondjuk azt, hogy meccs. Igen, katasztrófa, gyenge meccs volt. Na tessék. Internacionális. Minden esetre azért nem az... Nem valamit mérleget az olasz csapatok döntőben elért eredményei? Ja, mindenki második lesz szinte. Szereted a kedvenc, a hülye vagy, hát a legnagyobb balhésok. Hát persze, hogy szeretem. Most is fejbe dobtak egy játékost. No, aranyvirágjaim. Viszont az, hogy Sir Alex Ferguson gratulált Guardiolának, illetve sok sikert kíván előtte, azért gondold el, hogy egy olyan szőr, tehát egy olyan úriember, akinek tudomásuk kell venni, hogy Manchesterben már nem a United a legnagyobb csapat, hanem a City, akarom mondani, a City. Gondold el, hogy azért ehhez mekkora... Az Oasis zenekaros, hogy örülhetnek a Gallagher fivérek? Mert ők nagy City-sek. Igen. Szóval ez nagy dolog, ez elárulja Fergusonnak a nagyságát, a bölcsességét. Aha. És hogy az, hogy ő nem az a magyar mentalitás, hogy irigy a másik sikeré, hanem még szurkol is, még úgy is, hogyha ő Manchester United. Na, de akkor ki minden idők legnagyobb edzője? Ferguson? Nincs ilyen, nem lehet kimondani. Guardiola? Paprikás Oscar. Zsuzsika? Dunai Antal. Nem lehet, nincs ilyen. Nem lehet összehasonlítani általában. Engedjük el akkor ezt. Mindenki a saját nem óriási edző. Nem, miben? Mert én nem szeretem Mourinhót, ő is egy nagy edző. Kicsodát? Mourinhót. Elmondom, ott voltam ugye az Európa Liga döntőn. Igen, nem látod, nem az, hogy elmondom, mi történt a Róma szurkolókkal, hogy véget a meccsnek, a jobbra... Hol volt? Hol van a 14 ezer Róma szurkoló? Egy percet hagyták el a stadion. Utána pedig a Mourinho, amitán megkapta az érmét, de volt az első gyereknek kidobta. A véleményem az, hogy köszönöm szépen, edzői pálya. Vége. Igen, de utána az is igazán elegáns volt, amit egyébként a parkolóban művelt a bíróval. Meg az is egy... Olyan azt kell mondanom, hogy a Mourinhós volt. Értem azt, hogy nem szeretem, én sem szeretek veszíteni, nyilván nem is. Nem is jó veszítő alkat, nem kifejezetten elegáns vesztő. De Zsuzsi, én egy csomó kis fiatal gyerekkel ütöm ott a környezetemben, és mindenki ki volt, ez egy nagyon rossz példa, itt nem adhat egy elvileg jó edző a fiataloknak, ha második vagy dob ki, nem. Ezért tartott ahol. Tehát Mourinho már soha nem lesz fölfelé, és nagyon remélem. Nagyon. Én nem szeretem, hogy a Róma elküldi. Tehát én nem szeretem őt, mert ez van, amit a meccs előtt azt mondta, ha nyer most a Rómával, akkor megy tovább. De úgy egyébként ezt fenn is hagyta a levegőben, amikor kérdeztük, hogy marad-e, mondta, hát ezt majd még eldöntjük jelen pillanatban. Az még nincs itt ez a kérdés. A Kispesthez sem engedni. Akkor viszont... én, bocsánat, ha már még egy nevet dobjunk be, akkor Szabó István nevét is be kell dobni. Na, persze. Az elmúlt három év alatt a Kecskemét talán zseniális. Na most őszintén, ha már egy magyar edződől beszélünk. Akkor őnek is jár. És én minél több magyar edzőt szeretnék. És a bőrnyakkendő Kuttor Attila. Kispad mell, most már azt is tudjuk. Kispad mellől elmegyünk a pályára, ugye, és azért végignézzük, hogy mi történt, akár a VL döntőn, akár tavaly. Ki lesz az aranylabdás? Még egy picit korai azért, de mégis Holland vagy Messi?
Mert ugye most már azt tudjátok, hogy ugye... Igen, játszott a döntő most? Szezonokat a kérdés játszott. Teljesen jogos. Játszott a döntő? Labdához nagyon aranyos egy a klíma. Nem mondom, nagyon csúnya gyerek ez a egy helyzete volt. Hát ez nem szép ez, hogy ne nagyon csúnya. Az örömeit most nem viszont annyira csinos. Viszont a feje magas, mint az összes fotós együtt. Nem biztos, hogy igaz, a szülő értekezleten nem volt soha senki a padban, mert nem annyira vállalták a szülők, de nem ez a lényeg, hanem én, akit most betennék, óvatosan becsúsztatnék egy apró kis papírt, kockás papír, bal kézzel jobbról írva neve. A következőt írnám én rá. Rodri. Aki lőtte a gólt, a BL döntőm, csak segíteni. Kiváló spanyol fiatal játékos. Nem játszott nálunk az Atletico-ba, dehogy. De. Nagyon jó. Hát ott tanulta ezt. Most ott ollózott tegnap a spanyol olaszon. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Viszont, ha már Rodri és a gól, akkor nézzünk meg egy igazi vesztőember gyerekek ebből a csapatból. Lukaku. Pontosabban van neki egy hasonmása, akit úgy hívnak, hogy Lakaka. Oda néz, ez a finom olajozott mozdulat. Nincsen nagy popókája egyáltalán. De nézd a lövőt. Hozzatoltuk meg. Jó, hát, és mit csinál a kapu? Gyerekek, neked meg volt beszélve. Lukaku most nem csak most védett ki egy gólba tartó lőst, a múltkor. Derekával. De miért akkor cseréli be? Amikor éppen 80. percbe. Amikor éppen már. Lautaro Martínez volt apáim, bocsánatom. Igen. Ez így van. Egyszerűen. Érdekes, vannak ilyen játékos, mint volt az Origi. Az is ugyanez. Perceket játszott. Kicsoda? Origi. A Liverpool-ban, ez nagy darab, és rátszott. Akármikor beáll, mindig van benne gólszagol, és a Lukaku is egy veszélyes játékos egyébként. Ki volt csak az? Nem jön mindig össze. Igen. Jó, Origo. De Lakakának összejön. Lakakának összejön. Lakaká. És aki viszont nagyon szépen ünnepelt a BL döntő után, az Jack Grealish, biztos hallottátok. Szomjas maradt nagyon, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kortyot sem fogyasztott el az BL döntőt követően. Mondhatnám, hogy kifejezetten úgy tűnt, hogy minden éppen a józanság elvét követvén próbált ünnepelni. Ő nekem most szépen szimpatikus van. Lett. Végre rendben van? Végre van valaki, aki normális? Azt mondod? Grillis, így kell? Rendben van. Ezzel Grillis. A viselkedéssel. Én nem szeretem szegénykémet. Én sem szeretem eddig, de most, hogy rendesen tud inni, ez már most egy nagy... Rendes vonás? És van egy vádli, azért ezt szoktátok. Ja, az egy extra. Nézzek, hogy de édes tudod, volt a kerékpárverseny volt korábban. Tour de France. De miért nem szereted? Alapvetően nem, csak mint játékos? Nem tudom, mit sosem szeretem. És a teljesítmény nem hozta, ugye? Árértékarányban nem van. Szerintem, pontosan. Tehát az, hogy csiliárdok ér... Hát a másnaposokban lehetne egy újabb főszerepet kiadni. Az egy más helyzet, így van. A másnaposokban hibátlan. Nagyon jó, egyszer volt valami kritikát másnaposok kettőről. Kérdeztek egy tényleg komoly filmes szakembert, mégis hogy elemezni, röviden, ugyanolyan, mint az első, egy picit rosszabb. Szenzáció. Igen, szóval Grealish, jó, oké, megvásárolták 100, talán igen, millió. Talán a világ így legyen igazából. Hát én nem érzek benne semmit. Semmi. Olyan, semmi. Egy jó játékos. Olyan, mint a Harry szenvedés. Ugyanolyan. Tartanember. Hogy lesz nem. A szenvedés a következő szezonban, nem tudom, de azért a nagy egyéniségek így kicuppantak így az európai fociból. Azért a szörnyet megjelenik nekünk. Messi például ugye átment az Egyesült Államok területére. Messi is olyan volt az európai fociban, mert argentin. Na jó, de rendben van, de hát azért most, de azért európai csoportban ez egy kicsit keveset villantott az elmúlt években. Míg az a Miami, szóval, ez igen, ez egy olyan jó kiesik a látótéren. Érted? Nagyon fura lesz ez, nem? Mm-hmm. És azért hát lesz még persze más is, aki Ronaldo sem Messi, sőt, még Benzema sem, ugye, aki Szaúd-Arábiát választ. Igen. Hát ő a pénzt választotta. Igen, azt akarom mondani, Messi azt mondta egyébként, ugye, hogy ha pénzt akartam volna választani, akkor én is Szaúd-Arábiába megyek, nem ezért vagyok Amerikában. Azért nem sajnálom, én kisztában sem. Nem, Messi kell nem gyerekek. Azért azt a beszélgetést megnézem, amikor Messi és Beckham beszélget. Igen. Azért, mert Messit nagyon szeretem, tehát hagyjuk. Nézzétek meg az Instán, hogy a Beckham hogy beszélt. Tehát a hang, szín, meg egyébként minden. Tartalmi. Nem is ez a lényeg, mert egyébként egy nagyon ügyes fiú csinálja, amit csinál, és egyébként azt olvastam most, amivel egyetértek, nem is a játékosokat, maga a csapat brand értékét növeli. Persze, és maga igen, hát, a Miami sőt, a Messi kapott, más nem mondjak, itt vannak a számok, ugye? Tehát 1,5 millióan követték tessék. Ki az Instagramon egyébként a Párizs azután, hogy elment, aha. És nagyjából 1,8 millió óra nőtt az Insta követők száma a Miami-nál. Tehát körülbelül így azért jó, ez van egy csak kis mozgás az amerikai így a szurkolókban. Foci bajnokság sose lesz olyan, egy hogy NB2 rangja. NB2 alja. Nincs rangja, nincs soha nem is lesz. De azért nagy nyelvű bajnokság. Egyik, hogy onnan majd a pénzügyi transfer keretén és lehetőségeim belül ő majd szépen vissza tud ugrani hozzánk Katalóniába. Úgy érzed? De szerintem ő még mennyi idős a kicsi most? 36. Hát szerintem ő már nem, ez már ilyen levezetősnek tűnik. Itt talán még a
mit kéne? Számol? Tudod, mit azt kéne? Még a Newellsbe egy idényt otthon, Argentinában. Igen, de ő most nagyon extra lesz az Egyesült Államok bajnokságban. Extra lesz. Bizonyára. Úgy lesz extra, mondom ezt neked, hogy már ott van vele Busquets, és minap pózolt egy szintén ilyen rózsaszín felsőben Luis Suárez. Így már... Új, a haraporsló kedvencem. Így már jó lesz. Úgy nem lesz, hogy oda tettek egy Cristiano Ronaldót, ugye, ismertebb nevén B-O-H-O-C, és egyedül nem tud mit csinálni a cirkuszban. Oda tették a fiatal... Benzemának jó lesz Szaúd-Arábia. Igen, akartam a nevét mondani. Benzema pedig elment, de tényleg úgy fogadták, hogy és ő ott semmit fél, amikor egy-egy ember tesz egy nagy csapatba, nem tudom, elfadabdabd, hiabni passzolt itt nádak, és Benzema. Hát közben 80 emberen keresztül, mert a Ronaldo is ezért... Figyelj, de nem tudom, hogy mi lesz azért, mert például mondjuk, mint edző, azért az, hogy egy edző meg egy ekkora klasszis, mint nyilván Ronaldo is egy klasszis, de mint Messi. Hogy fognak kijönni egymásba? Látod? Én voltam, de hát állandó szígyán, mindenben emlékszős. Na, tehát, hogy ugye Phil Neville például már nem lesz ott, azt mindenképpen lehet tudni, és ez is érdekes, hogy itt két barátról nem beszélünk. Nem tudtok valakit megrazolni, mert nincs egy baloldali Beckham. De... Na, igen, tehát, hogy menjünk tovább. Viszont Tamás lehet, hogy oda lehetne vinni. Taxi! El lehetne inni? De gondold már el, hogy ez milyen, amikor az egyik barát kirúgja a másikat. Tehát azért figyelj, ez elég én azt hittem, hogy ez egy ilyen volt, ilyen lesz plakát. A futballvilága ilyen. Igen. Tehát, hogyha profi eredményeket vársz, azt akkor nem jönnek az eredmények. Juhász Roland sportigazgatóként döntött úgy, mert úgy kellett, hogy Huszti Szabolcsot meneszti Fehérvára. Hát majd erről van egy másik vélemény. 30 év múlva, amikor elévült az ügy, akkor beszélt. Igen, az nagyon nehéz barátság. Persze. Ezek szerint faciban nincs barátság. Ezt például egyszer te olvastam, hogy nálad is ugye volt olyan eset, amikor a barátodat Steve-et, Bándi István kellett a Carterből kitenned, és ettől napokig ment, hogy hogy fogom megmondani neki, meg fogom-e neki mondani, ez nagyon-nagyon rossz, ez nagyon-nagyon kellett. Volt ilyen? Ez ilyen hálátlan feladat. Nagyon. Mert igen, volt egy ilyen keretszűkítés, és fú, nálam is volt. És akkor olyan, tényleg olyan barátok, de egyébként pont a Steve volt az, aki úgy fogadta, hogy le a kalappa. Igen. Csak amikor az ember saját magában ezt így összehozza, hogy akkor most hogy fogom találni? Nagyon rossz, senkinek nem kívánom. Ez így van. Igen. Na jó, beszéljünk egy olyanról, aki hát szintén elég. Hogy sajnos Tamás, többet nem kell jönnöd. Igen, ezt ma mondtad. Hogy fogadod ezt? Nem, most úgy fogadom, hogy konkrétan én jól éreztem magam. Tehát én szerettem. Na, Steve ilyen volt. Azt, hogy most így döntöttetek, nincs ebben baj. Megkapta 4,5 milliót adásonként. Nézd, olyan... Nem probléma. Persze, tehát nincs gond. Szerintem Mbappé is ugyanezt mondhatja, amikor majd a Párizs adhatja. Az de egy szimpatikus gyerek. Ugye? Ne, azt mondja, nem szerető Párizsban. Akkor hol szeret? Akkor hol szeret? Szeretne a Real Madrid, de már összerúgta velük őket. A por. Ilyen antipatikus Pali a világon is. Nem egy nagyon buta film. Nem érzitek azt egy picit olyan irányban, hogy az élet melyik vonatra mi nem vettünk egyet? Tehát, hogy a hanyadik sztorit veszünk, vagy hanyadik történet itt, és egyébként úgy általában, ami nem a fociról szól, és focisták és edzők vannak a történetekben, hogy ő ki lesz, miért nem oda megy. Bocsánat, mondjatok Bappénak egy mérkőzést az elmúlt nagyon őszintén évben. Megmondom, én rettenetesen utálom őt. Rettenetesen utálom őt, nagyon őszintén meg. Szerintem viszonylag nagy tábor van, akik veledet gondolkodnak, de ettől még azért az ő képességét nem lehet megkérdőjelezni. Sőt, senki nem kérdőjelezte meg. Nem annyira? Ő azért valamennyire jó? Folyamatosan nem, ez igaz. Egy-egy meccse van. A másik az, hogy ne felejtsük elő, egyéni kvalitás. Tehát, hogyha mondjuk bármelyik csapatban a francia váltatról beszélünk, a Paris Saint-Germain, nézd meg, amikor a góljai nagy többsége az van, hogy megindul egyedül, és megcsinálja. Igen. Tehát nem az, hogy egy csapatjátékban kialakított. Csak akkor miért nem mente futón? Értem, hogy gerelyhajítóra. Van labda is. Fő tudsz szaladni a lelátóra, és kit érdekel? Nem, szerintem nem egy okos fiú, nem tudom, menedzsmentje milyen lehet. Nem én mondtam. Nem tudom, a menedzsmentje milyen lehet, szerintem nagyon rosszul nyilatkozik, és borzalmas a rossz lépéseket tett. A Real Madridról összerúgni a port. Azt gondolom, az mondjuk az egyetlen jó pont. Az egyetlen jó pont. Szimpatikus. Na jó, akkor viszont egy másik, nekünk nagyon szimpatikus fiatalember, Szoboszlai Dominik, és az ő pályája, akiről mindenképpen beszélnünk kell, ugye megnyerte a német kupát. És szerintem ez még neked is tetszeni fog, Zoli, nézd csak, hogy mit csinál. Figyeld, hogy reagál. Hello, itt az aranyérem. Hello. Igen, mutogatósnak. Ja. Ezt jól csinálj, egyszer volt egy beszélgetés, jött a kis Pedróka, jött ki Barcelonába, játszott még akkor utolsó jó mozanata az életében, és így valahogy a Ronaldo így összeütköztek, így vál, vagy nem tudom, láb, és akkor Ronaldo így lenézett, ja, most nem láttalak, te ki vagy? És azt mondja, én világbajnok, és te?
Na. És akkor így utána egy kicsit. Tehát jól csinálod, így kell reagálni. Persze. Nem haraggal, nem dűvel. Ez nagyon jó. Én Szegeden csináltam ezt a tömegverekedés előtt, mielőtt kiütötték a fogam, és kiszakították a vállamot a helyéből. Tehát az is jósult el. Azért, hogy csináltam azt, hogy szegedi feketén legyek elejátszottunk az amatőr ligában a jégkorongba, és az első gólt én szereztem, és ki volt írva, hogy Zana Féreg Zoltán gólszerző 17, ez Zana Féreg Zoltán, így kértem, hogy írják ki. És ki volt írva, volt ilyen tábla. És akkor így szkírodott, és rohagy be! És mindenki ordított, és mondta, hogy sziasztok, így kicsúsztam eléjük, és mondtam, ki a gólszerző? Csak nem én! És mutattam, és akkor rohadék! Utána kiütötték a fogam, kiszakadt a vállam, és kilugadt a szám. Ennyi. Hát, kellemes, szép történet. A minden esetre szoboszlóan elegáns a reagál. A legjobb reakció ehhez, hogy kinevettetni azt, aki volt egy kis pirotechnikai egyéb pitty-putty, ami most éppen a napokban tudjuk, hogy 11 millióra azért csak megbüntették. Meg fog egy ilyen gyerek tortából kivett ilyen miniatű tűzijátékot. 30 ezer euróra büntették? 30 ezer euró? Ki tudja azt fizetni? Most volt nem egyébként. Most itt hol voltak, és én nagyon szimpatizálok. Dominika, tényleg, Dominika, de és már ott tart, hogy testőrrel jár, amit megértek, mert annyian rohangálnak oda hozzá ilyen képet, olyan aláírás. Kívülről fura, de én tök megértem. Csak már láttam azért már világnagy sportolóit testőrök nélkül sétálgatni. Igen? És nem lett bajuk. Jó, azért más a magyar rajongókat találkozni, mint egy más kultúra, szerintem. Jó, hát oké, csak hogyha autóval közlekedsz oda, nem? Na, minden esetre azért Dominik jelenét meg jövőjét tekintve, az ugye ez itt most már múlt, hogy ezt itt megnyerte, és ilyen elegánsan reagált. A Kicker főszerkesztővel csináltam egy interjút, és ő azt mondta, hogy szerint egészen biztos Angliában és a Premier League-ben fog kikötni, tehát a mostani tudása alapját kimagasztottam. Az Arzenát hallottam tegnap. Igen, Newcastle-t emlegetik. Ja, vele kapcsolatban nem beszélgetek ember, és angol csapatokat soroltak fel, és Arzenát mondták sokszor. Arra emlékszem. Az maradt meg. De Newcastle, az lehet, ott pénz van. Miért nem a West Ham-be megy? Egyik legnagyobb tradicionális klub az angol bajnokságban, a West Ham United. Oké, de a Newcastle-ről beszélünk. Tehát, én a West Ham-et szeretem. De a United stimmel, csak az egyik West Ham, a másik Newcastle. Van komoly esély, is úgy gondolom, de vigyázzat azért, a háttérben a sajtó, a média nagyon szeret bedobálni. Persze, neveket, imádjuk ezt a nyomást, oda, amoda, meg prés, persze, innen. A menedzserek is szeretik, mert onnan próbálják egy kicsit tolni, higher and higher. Van. Nagyobb lesz a jutalék is. Hogy? Hát jó gyerekek, persze. De hát mégiscsak azért mondjuk egy olyan játékosról beszélünk, akire a Kicker magazin főszerkesztő. És azt mondja, hogy a Bundesligával is kimagaslik. Azért ez szerintem nem akármi. Én azt gondolom, hogy kegyetlen mennyi szorgalom és mennyi tehetség szorult ebbe a srácba. Az édesapján keresztül gyerekkora óta Fehérváron. Apuka jelenlétét azért emeljük ki, ha nincs ilyen erőben, pénzben, szalad, mindent lemondott. Igen, mindent. Én már évekkel ezelőtt csináltam vele egy nagyon komoly interjút Dominikkel, és akkor elmondta, hogy tulajdonképpen az édesapja volt abszolút az, aki ebben az irányba így. És hát amikor játszott volna, akkor is mondta, hogy nem, foci. És ennyi. És azért erre szerintem 20% volt az esély, hogy bejön, hogy ilyen szinten bejön. Hogyne. Tehetséges, az tény, meg edzés, minden, igen. De hát tudjuk, hogy sok mindenkinek jön. Hogyne, persze. Én ki voltam egyszer a Salzburg meccsen, hogy akkor pont a Haalanddal melegített, de jó barátságban vannak. Igen. És feltűnt. Szokták lájkolni egymásnak. Igen, feltűnt ott is, hogy mennyire az edző kollégától kezdve mindenki, úgy éreztem, hogy ott valaki a Szoboszlai. Tehát nem csak egy játékos, hanem ott ő valaki. Van jelenléte. Tehát szerintem van jelenléte bármelyik csapatban is nyilvánul. Meg nem véletlen, ezt Marco Rossi is elmondta, és ugye most éppen amikor beszélgettünk, még előtte vagyunk a következő válogatott mérkőzéseknek, ugye az Európa-bajnok is selejtezőkben, hogy ilyen fiatalon adta neki. A következőnek mindig előtte vagyunk. Az igaz, mondjuk. Ez aranyigazság. Hát azért. De tényleg. Attól függ. Vigyázzunk ebben. De hogy. Visszajövő a című filmnél, nem ez volt. Így van. Úgy mentek előre, hogy ne haladjon hátra, hisz nem jut előbbre soha, kinek vissza van az oda. Nekem a kocsimban van hátul is visszapillantó tükör, hogy a hátra nézzük, lássa, mi történik. Én pedig olyan motort vettem, ugye, Kaposvár mögött motor. Amikor jön, úgy néz ki, mint a menne. Hogy van rajta rükverc, hogy a magyar ember hívja. De jó. Rükverc a motoron. Mentél már úgy rükvercezni. Tök, nem könnyű elesni úgy. Milyen mondat ez, milyen szó, rükvercezni?
szép szó. Talán hagyjuk is. Bukfencezni inkább. Ziherájctű. Szóval, hogy azt mondta Rossi, hogy igen, tehát, hogy egy ilyen személyiség az, aki ilyen relatíve fiatalon meg tud kapni egy csapatkapitányi karszalagot, ebbe mert lehet vitatkozni, megteremti maga mert körül azt a fajta. Voltak azért jelöltek, fiatalok. Na, mindegy, ez most jelen pillanatban így áll. Így van, nem baj, jó döntés, majd a élet vissza. Viszont, ha már Rüki... Egy gondolatot elmondhatok? Na, egy felet. Csak egy fél, igen. Hogy ugye ma péntek, pénteken veszünk fel, és holnap játszunk. Igen. Montenegróval. És most mondom, nehogy azt mondjátok, hogy holnap mondtam, vagy vasárnap, hogy Dominik gólt fog lőni. Egy tehát akkor erre érdemes fogadni. Egy apró befektetés volt. Én semmit nem mondok, hiszen nevem. Már rátetted, igen. Ahogy egyszer mondta a Csernus, az egyik embernek bejön, tudja, egy film címe jut eszembe magáról. Mi? Húzódjon vissza! Elmondom a film címét. A nevem senki. Addig az ekkora... Olyan nagy, egy tündérember. Igen, igen. Arra vigyázzunk kell. Építi a személyiséget. Ez a holnapi ellenfélnek az országnak kiejtésére vigyázzunk, mert ez is rasszizmus. Montenegro. Ja. Tehát vigyázzunk. Óvatosan. Én most az a baj, hogy... Mit pontott a negró? Világít a szádban a negró. Na, úgyhogy igen, szóval holnap minimum egy gól, Dominik. De mi lesz az eredmény? Tessék, tipp. Tessék. Ez így nem lesz egy könnyű meccs. Ezt nem merem megjósolni. A Savic játszik, mert ő montenegrói. Hát a Barbie előfordulhat. Aki magyar igen, van egy pár montenegrói, valóban Montenegróban okatlan. Amikor ilyen játékosokat nézek, és meg nyilván persze csapatokat, akkor minden játékos átfut, minden ics végű. Dzékot minden csapatba teszem szegényt. Szivacs, hogy honnan. Tehát ez Jugoszlávia felbomlásával, ez a sok ország hírte. Nem tudom, hogy ki, hol, ki. Nyilván persze az nem tudjuk, hogy erről van szó, de benne van egy pici kavarodás. De Montenegro... Milyen egyszerű volt? Nem Szovjetunió, Jugoszlávia. Ez most hány meccs? Montenegro veszélyes ellenfél. Ne felejtsük el, azért játszanak Európa különböző csapataiban, jó bajnokságokban is montenegrói válogatott labdarúgók. Nem tudom, milyen lesz a holnapi válogatottjuk. Mondj egyet, Szavicson kívül mondj már egyet. Nem tudom, mert nem követtem a montenegróit, de azért képben vagyok abban a szempontból. Nem követtem, de azért képben vagyok, mondj egyet. Most nem tudok, de képben vagyok. Név szerint mondom, nem tudom. De a szerbekkel például nagyon szoros meccset játszottak, ugye az első. A szerbekkel is, így van. Mindig veszélyes. Még nem régen egy országok voltak ők, Szerbia, Montenegró. Az is szétesett. Figyelj, nézzek ezt a horvát váltottat tegnap előtt a Hollandia ellen. Djokovic. Iskola, ahogy lefocizták a hollandokat Hollandiában. Tehát ez, bocsánat, ez volt a horvát futball, nem tudom, mitől ilyen extra. Hát alapvetően a délszláv országok, ahogy egyébként a darabokra estek, és mindegyiknek van képessége arra egyébként, hogy jó csapatot állítson össze. A szerbek, a horvátok, a szlovénok nem annyira, talán nem. A macedónok nem rosszak, albánok se rosszak egyébként. Emlékszünk. Sose voltak Jugoszlávia tagjai? Nem úgy, hanem hogy ez az egész déli alattunk tévé térségben, hogy nagyon jó. Nagyon tudod, hogy őket egy napon említed a szerbekkel, hogy picit kikelnek. Nyilván most is van gond a határon. És azért vannak problémák. Vannak, igen. Tehát alattunk itt valami egészen érdekes evolúció. Fölöttünk is, alattunk, fölöttünk, mellettünk, csak mi nem. Igen, valami, nem egy kicsit ilyen Bermuda háromszögszerű történt, hogy fölöttünk, de ha megnézed, akkor... Mindenkinek sikerül, hogy a flotty itt eltűnik minden. És szinte Ukrajnának is szenzációs játékosaik, mert ukránoknak is például. Mondjuk egy azért nagy ország azért, ne felejtsük el, de mondjuk Szlovákia vagy Csehország méreteiből adódóan, és ehhez képest azért... Viszont így... jégkorokban jók. Igen. Ó, na majd mindjárt erre is, de ha már az icseket említettem. Na. Szerettek akkor is, meg nem ics. Igen, tudod, akkor egy olyan ics, viszont nekem nagyon nagy fájdalomra visszavonult, akit már icsként kevésbé szoktunk, mert csak annyit mondunk vele kapcsolatban, hogy Ibra. Igen. Nekem nagyon Ibrahimovicson fog hiányozni. Hát régóta nem aki hát már. Gyerek, aki jó, egy ilyen azért... bútorgyártó cég és egy zenekar közé beékelődik, mint svéd ikon, aki azonosítanak az országgal, azt szerintem nagyon hát fontos. Zoli, neked biztos, személyiségben ezt akarom mondani. Hát te mindig szeretted az olyanokat, akik nem álltak be a sorba. Ő sosem állt be a sorba. Ő egy kekecpali, abszolút. Csupa olyan csapatban játszott mindig, ami nekem nem.
Tehát ebben és mindig szerencsétlenül igazolt, mert soha, éppen akkor soha nem ilyet az a csapat, valóban, se vélcse semmit, amikor kellett volna. Mint ember, tehát a habitus az nagyon tetszik, az valóban. És szerintem én imádtam azt az őrült tüzet a szemében, hogy ez imádok kegyet, játszani. Jó futballista. Nagyon jó futballista, szerintem. És azon melyik meccs volt az, amikor Mester 3-as rugott? De és fél pályára rúgta a harmadik? Igen, de volt, hát gyerekek, puskázdés is volt, lőtt, egy olyan ollózó volt. Fél pályára az egészen lőtt. Jó, de fél pályáról fejelni csak egy ember tudott gólt, Palermo. Igen. 50 méterről fejelték gólt. Nem. Fejbe rúgta a kapus. De tényleg, a kapus esküszöbb. Kis kapusiba volt csak. A kapus kicsit fölhúzódott, és előre akarta vágni a labdát, és tiszta erőbe fejbe rúgta a Palermo-t, aki belekapott így előző. És agyrászkódás. 50 méteres feje. Ő nem emlékszik a gólra, mert elájult. Most láttam egy csávot, a félpárról indult ilyen vicces történet. Először térdán rúgták, elpattant a lab nagyon, senki nem ment utána, öt az elindult. Kapus kicsit késve érkezett meg, tákoztak a 16-os vonalánál. Kapus nagyon belebikázott a labdába, hogy eltalálja. Ekkor bokán lőtte a csávot. Ugyanígy előre bukfencezett a labda, utána rohant, már 80 utána kapus is, és kivált egy kicsit, hát nézett, majd biva erős kapufa. Úgyhogy tényleg jó, mindjárt átküldöm, meghalt, de még kivált, tudod, jöttek. Ping, mert nem nézett oda, ping, és egy ember. Kis flagmáskodás a végén. Ez MTK meccse volt ilyen, hogy másnap a sportban ezért meg, hogy a 65. percben következett Turtocki cirkuszi jelenetet. Sanyi, jól ismerem a Turtocki. Mindenki kicsa leszett, utána az üres kapuval állt szembe 5 méterre, földbe rúgott már. Földbe rúgott, elesett, a labda válszorgott a kapu felé, a 50 méteres hátrányban lévő meg könnyedén befutott, és kirúgt a gólvonalról. Meged a gulit, egyszer elmentünk egy ilyen filmforgatást a Zoli, hogy egy golf műsort tettünk, és mondták, nagyon oltosan a Pázsit, most hozták a Ausztriából, 4 kenguru, vak kenguru taposta a lábával, és tényleg medvehónai illattal pázsitolták, és ezt szellőztetik 4 éve. Mondta a Zoli, akkor kezdhetek, én tessék, művész úr, fogta egy olyan golfütőt, azt mondja, hogy kell, hát bemutatott az edző, jött a Zoli, és kiütött egy akkora lyukat, hogy megtettem egy sírhantot, és alá egy kicsit alá golyó alá, és ilyen golyó, és a golyó ott volt. Jó, földarabba együtt egy ilyet. És a csávó azt mondja, hogy akkor mennék hova, a felmondásomat megjelent. Így nézte az ember. Picit. Ja, várj, és még egy adalék, utána jöttem én. Ugye, meg a golyó fölött ütött. A Rófi szérű, majd én láttam, hogy itt a hülye nem érdekel, de jó barátom, majd én akkor megoldom ezt így franciába. Kicsit szúnyogot leütött. Ugye, tek egy szúnyogot leütöttem, és a labda felt ennyivel, és el is estem. Így, a két gól zseni. Bravo, fiú. Megvan a sportoktok. Hát ez, az, ugye, nem. Akkor olyan biztos lábakon álltatok, mintha jégen álltatok volna. Hát három lábon álltunk, mint a ketten, igen. Így, hát ezen tudom. Igen, akkor derült ki egyébként a te három lábad. Ott egy öltöző. Utána zuhanyoztuk, és azt mondom, ne! Ez már nem az a műsor, viszont fiúk, van egy olyan téma, amit mindenképpen szeretnék szóba hozni. A mennyasszony tánc miatt. Akkor lesz, igen, akkor jön vissza a pénz, hogyha legalább 100 ember, igen, és akkor 20 000. Bűvészt ne engedjetek oda, mert ő úgy csinál, mintha betenné. Jó, sietek. Csak a kezemet figyeljék, egyébként, mert csalok. Tehát, hogy tényleg. Szóval ugye a péntek van, és holnap, amikor ezt a műsort a mi nézőink látják majd, képzeljétek el, akkor lesz 20 esztendeje, hogy egy legendes riporter eltávozott, sajnos Knézi Jenő. És képzeld el, hogy megtaláltuk, és meg is akartam kérdezni. 1997-ben a Jégre teszlek cím... Látod? Igen, akkor még ilyen technika volt, gyerekek. Megörökítettétek, megénekeltétek a kártát. Igen, Jenő Bának közvetítéseiből összeraktunk a finn jégkorong válogatottnak a nagyszerű szerepléseit. Én nekem meg voltak videókazettán. Akkor lettél, nem? Jégkorong, vagy finn rajongója elsősorban, nem? Akkor azelőtt egy 15 évvel. Csak annyival? De 97-ben jutottunk el odáig, hogy a Piero csinálta akkor még a zenei alapjainkat, és kitaláltam ezt az ökörséget, hogy
a Jenőbával beszélek, hogy az ő közvetítését felhasználva, mert hogy nekem videókazettára az összes filmmeccset fölvettem, megvoltak ezek, és abból a Pircsi azt mondta, hogy nem sok munkát adtam neki, ilyen éjszakákon keresztül vagdosta azokat a részeket a mizet, és azzal vágott egy zenét, és a finn, hogy a 95-ben ugye így csak a világbajnoki címig először. A finnek legyőzik a svédeket, gyakorlatilag igen, ez volt az és, a bizonyos. És addig, hogy milyen meccseken mentek keresztül, meg, és olyan szépen felépített, és Jenőbának szóltunk, hogy lenne egy ilyen lehető, persze Zolikám, természetesen csináljuk. Egyébként, csak. Egyébként. És 2003-ban, utoljára még, mikor Finnországban volt a világbajnokság, utaztunk, egy repülőn mentünk ki a barátommal, a Herendi Gyurival, és a Jenőbá ott volt a gépen, és akkor így dumáltunk vele, akkor beszéltünk utoljára. Hát igen. Nagy Fradi Dukkel volt, azt tudod, ugye? Ez mindenkinek van hibája. Ezért kapott mikrofonját egy minyont. Figyeljátok, volt egyszer olyan mérkőzés kezdés, hogy egy picit késve tudta kikapcsolni, és akkor úgy köszönt be, ugye, jó napot, jó szurkolást. Egy Nóra vezetünk. Ezt mondta a Fradi meccsen, igen. Ez így legendás mondat, igen. Igen. Hát minden esetben... Csodás, ilyen nagy legendák kellenek. Mindenkinek lehet hibája. Jól van, de egyébként egy hihetetlen precíz ember volt. Nem volt könnyű mellette úgy egyetlenül ereszteni a telesportban, nagyon nem szerette először a fiatalokat. Nagyon-nagyon nullában nézett minket. Hozzáteszem, természetesen voltak hibáink, amiket azóta sem nőttünk ki néhányan, de a lényeg, hogy Jenőtől azért igazán sokat lehetett tanulni, nem volt könnyű ember, de nála precízebb készülőt mérkőzések előtt, a kis színes tollak, a kis mindenkiről volt valami kis mesélni valója. De az akkori finn válogatott, tehát kit érdetek akkor rajtam kívül a finn válogatott, mindenki játékos, hogy melyik csapatban játszik. És nem volt internet, nem volt kikutatható, tehát ezeket személyesen szedte össze ezeket az információkat. Tehát nem volt még Google-gatok. Semmi. Igen, legooglizom, nem? Nem volt legooglizás. 30 googolás. Ja, úgyhogy... Igen, hát Jenő az egy nagy legenda, és az is marad mindörökké. A fia egyébként, hozzáteszem, nagyon hasonló az orgánuma. Nagyon hasonló az orgánuma a ifjabb nézi Jenőnek. Jóba vagytok ti is, jól tudom, Levi. Meg azt gondolom, hogy ő is kosárlabdában nagyon otthonosan mozog, ő neki az a... Talán ruhában is, láttam. Kosárlabdában még nem láttam. Kitűnő játékos volt maga is, nyilván a kosárlabda után, mi más is lenne a legtöbb. Jó, egy jó magas srácok. Jó, magas a Jenő. Jó, hát a Jenő se volt kicsi. Igen, magas. Gyerekek, 20 év, 20 és év. És nagyon szeretni a jégkorongot. Nagyon. Mindig ő közvetített. Játszott? Ízveszti a kupa. Nem játszott, de nagyon szereti a jégkorongot. Ízveszti a kupa, de szép. Ízveszti a kupa. Mindig december 16-án kezdődött minden év. Karácsonyig ezen. Luzsnyiki stadionban. Bizony. Hát szóval Jenőre is emlékezünk. Szerintem igen. Ez a 20 év, amióta nincs közöttünk, hiányzik ez a színfolt természetesen a magyar sportújságírás, a magyar kommentátorok palettájáról, úgyhogy ez a műsor egy picikét talán így neki is egyfajta emléket állít. Fiúk, ez a nagy helyzet. Képzeljétek el, hogy nyári szünetre megyünk, ezt csak úgy mondom. Pihenjetek. Menjetek. Jó nyaralást. Zolikkal. Jó pihenés ma estére. De aztán majd annál nagyobb intenzitással. Az a kedvencem. Érkezünk. Egyszer csak hirtelen csak nem itt leszünk, és újra így van. Jó, akkor mindenkinek kellemes nyaralást kívánunk. Így van, jó pihenés, jó nyaralást. Én bicsőtögyetek föl. Jobb felső pipa, ne felejtsétek el, jó? Tehát kattintsatok, nézzetek. Fafifájóval, ifafafi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 faf
Sziasztok! Sziasztok! Pipába! Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.